nagyon jó lesz. Na, hagyj nézzem, mit csináltatok magyar vénasszonynal. Óram, atyám, Gaspácsi, gyere le! Jaj! Megjöttünk haza! Be vagyok kicsit csicsedve, Deni nem szól! Így világították volna meg. Mit gondolsz, hogy fel fog állni? Mi ez? Ki meg kapottatni? Milyen betörő vagy te? Jaj! Bár betörő lettek volna. Kik vagytok? Mit akartok? Állj! A jó Isten az imáimat! Hát nem hiszem el. Hát, Katalin, szép kort megértél. De legalább megboldogult fiaddal lehetsz. Te miért nézel engem? Sárkány, fejezd be! Nem vagyok sárkány! Isten, hova hozott minket ez az asszony? Jesszus, hűzányom! Mária! Nagy Isten, állatkapja! Yes. Köszönjük szép magyar fiú, majd hív fel Irinát azért. Hanyagold a nővéremet. Ne hanyagoljon, szép magyar fiú. A bőröndöket én fogom kivenni. Hűha, itt már pasi van a dologban. Kedves nézőink, nagy szeretettel köszöntöm a stúdiumban ifjabb Balogh Mihályt, Balogh Misit, akik látják, vagy látták az Álca című sorozatot. Neki a rendezője, és sorolhatnám, hogy mi mindene még. Na most egy teljesen új darabbal jöttetek elő, és erről fogunk most beszélgetni, hogy mi lesz ez. Sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Hát igen, most egy egészen más műfajban próbáltuk ki magunkat, ugyanis eddig kipróbáltuk magunkat egy drámai sorozat keretein belül, viszont most egy teljesen más vicces, komikus, humoros vígjátékkal álltunk elő, ami nem sorozat lesz, hanem egyetlen egy epizód, az egy film lesz, körülbelül egy-másfél órás filmről beszélünk, aminek a címe az Álmenyasszony. Tehát itt most nem az volt a célunk, hogy a nézőket úgy tartsuk a képernyőn, hogy drámai elemekkel, hiszen úgy gondoljuk, hogy ebben az időben, amiket most élünk, szerintem ebből van bőven elég. És próbáltuk őket megnevettetni, hogy kikapcsolódjanak, hogy nevethessenek rajtunk, és szerintem ez sikerülni fog. Hát ez is kellemesen figyelemfelkeltő, amit most elmondtál. Valamit a cselekményről, a történésről lehet-e tudni? Hát röviden csak. Hát igazából annyiról fog szólni a film, hogy egy röviden egy esküvőt kell meghiúsítani, és sikerülni fog, vagy nem, és hogy ebben Debóra a főszereplő kiket fog segítségül hívni, hát ezt majd megláthatják a nézők hamarosan. Elmondtad, hogy körülbelül milyen hosszú lesz a film, elmondtad azt is, hogy ez egy rész, tehát egy darab filmről van szó, így, ahogy azt elmondtad, mondhatnám úgyis, hogy egész estés film, ezt úgy hívják. Hogyan történt a szereplőválogatás? Mennyire éltél az Álcából, és onnan vetted át a szereplőket, vagy pedig találtál ki új karaktereket? Hát igazából már a történet megírásától kezdve nagyon sokat tudtam röhögni azon, amit leírtam, és ehhez nyilván persze nagyon sokan csatlakoztak az Álcából, szinte mindenki. És pont ezért is élveztem velük ezt, külön megbeszéltem velük nyilván a karaktert, viszont szándékosan adtam mindenkinek olyan karaktert, amit eddig nem játszott, és nem próbálhatta ki magát mondhatni, az Álcához képest szöges ellentétje lesz mindenkinek. És igen, lesznek benne új szereplők, méghozzá három, az egy negyede az nyilván tehát új szereplő lesz, és nagyon-nagyon tehetséges emberek. Nem tiszalökiek, hanem nyíregyháziak, nyírtelek, tehát ki honnan jött. És nekik nyilván nem volt még sorozatos. Barátok valamilyen szinten? Nem. Ismerősök, vagy pedig hogy sikerült? Ismerősöknek mondanám, tehát igen, egy emberen keresztül kerestek engem meg, jutottak el hozzám, aztán én őket, szóval ez így, így ment, és aztán végül ott tartottunk, hogy Úristen, szia, Balogh Misi. Tehát akkor nem úgy történt, hogy írtad, és mikor eljutottál egy karakterig, akkor már ott volt az agyadban, hogy na, ez szerintem ennek ő kell, hogy legyen következő ő, hanem miután megvolt, utána jött a
szereplő a casting? Igazából nem volt casting, mert olyan, tehát már olyan embert hívtam el a forgatásra, akiről tudtam, hogy tehetséges, vagy beszéltem vele telefonon, és tehát megoldottuk ezeket nyilván. És nem úgy volt, hanem amikor megíródott a történet, én akkor már kitaláltam egy X karaktert. És tudtam, hogy nekem ehhez kiket kell keresnem, illetve hogy hány főre van szükségem. Hány lányra, hány fiúra, és erre ki lenne a legmegfelelőbb. Igen, meg ha a Cannes Film Fesztiválon díjat nyertek, a Városi Tévé ott lehet is veheti. Igen. Mit tervezel egyébként? Felvettétek? Már kész van teljesen a film? Mondhatni, hogy majdnem kész van. Én tegnap megnéztem Timivel, Kertész Timivel, és annyit mondok el így előjáróban, hogy a hasunkat fogtuk, úgy röhögtünk. Szóval nagyon vicces lesz, és nagyon vinni fog így az árral, és nem tűnt az egész 15 percnek, ahogy néztük. Mi most bemutatjuk ezt is, mert természetesen ezért szól a beszélgetés erről, viszont terveztek olyat, hogyha mondjuk nyárára vége ennek a járványos időszaknak, akkor ugye Tiszelőkön ott a nagy kivetítő, ott a lehetőség egy nyilvános vetítés, egy bemutatás. Gondolkoztatok már ilyenem? Hát amennyiben megkeresnek minket, szerintem mi mindenben partnerek leszünk. Na, tehát nem mondtok nemet. Dehogy is nem. Mit vársz ettől a filmtől? Igazából úgy nagy elvárásaim és elvárásaink, a szereplők nevében is beszélek, nincsenek. Tehát mi nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, nekünk ez egy nagyon nagy ajándék volt, viszont nyilván ezt is azért csináltuk, amiért az álcát, hogy amatőrként szeretnénk megmutatni az embereknek azt, hogy bármire képesek, bármivel, hogyha azt igazán akarják. Az Álmenyasszonyt például nulla segítséggel és nulla támogatással hoztuk létre, és tudhatjuk ezt is magunkénak. És azt várom, hogy szeressék az emberek, hogy nézzék az emberek, és hogy tudjanak rajtunk nevetni. Magaddal hoztad az egyik főszereplőt, aki fiatal, szép és csinos, értető, hogy őt hoztad magaddal. Most hallgassuk meg őt, hogy mi a véleménye, hogy érezte magát a forgatáson, és egyáltalán ő hogy látja ezt az egészet. Sajnos nincsen fehér rózsám. Elhagysz. Igen. Köszönjük szép magyar fiú, majd hív föl Irinát azért! A saját házába betör! Álljunk, nyugodjunk meg! Jó! Ez egy riasztó! Te miért nézel engem? Sárkány, fejezd be! Nem vagyok sárkány! És ahogy az előbb beharangoztam, nagy szeretettel köszöntöm a film egyik főhősét, Vanessát. Igen. Jól mondom? Na akkor lássuk is, hogy a szerep mögött kihúzódik egy rövid bemutatkozás, légy szíves. Köszöntök mindenkit, Nagy Zsanett vagyok. Én a Váci Mihály gimnáziumba járok itt Tiszavasváriba. Innen kerültem be ebbe a filmbe is, meg az álcából. Honnan jött ez nálad, hogy filmbe akarsz szerepelni, sorozatban? Volt már eleve ilyen jellegű affinitásod, vagy csak a megkeresésre gondoltad, hogy kipróbálod magad? Hát én nagyon szeretek szerepelni, minden ilyen iskolai rendezvényen is ott vagyok, és így ebből gondoltam, hogy kipróbálom magam, igen. Így, hogy láttad, hogy van egy álca, és van ez az új, ez a filmvégjáték, milyen különbséget vagy hasonlóságot látsz közte? Tehát tudsz-e párhuzamot vonni a kettő között, vagy azt mondod, hogy teljesen más az egész? Teljesen más az egész, nem lehet így összehasonlítani sem, mert az egy ilyen drámaibb, komolyabb sorozat, ez pedig nagyon vicces. Na most kifogatlak, hogyan érezted magad a forgatás alatt? Mennyire voltál feszült a többiekkel együtt, vagy mennyire érezted azt, hogy teljesen jó, elengedve, önfeledten tudod adni azt, ami a dolgod? Hát mivel már mindenkit ismertünk szinte, így akikkel én forgattam, így nem volt semmilyen feszültség a szereplők között, így úgy gondolom, hogy tudtunk együtt dolgozni. Befolyásolta a tanulmányaidat az, hogy két darabban is, vagy két filmben is szerepelt, illetve egy sorozatban is a filmben? Nem. Nem? Nem. Mennyire tudtad összeegyeztetni? Bár ennek egy jó része ez a nyári szünetben volt, igaz? Igen. Hanyadikos voltál, leszel?
Hát 11-es vagyok most, és 12-es leszek. Vagyis jövőre végzel? Igen. Terveid? Hát nem tudom még konkrétabban, de hogyha így jól megy ez a szereplés nekem, akkor lehet, hogy egy színművészetivel megpróbálkoznék. Kedves nézők, lehet, hogy most Magyarország egyik leghíresebb színésztűjével ülök itt egy asztalnál, ami nagy megtiszteltetés számomra. Nem tudni, hogy mit az a jövő. Hát nem tudom. Elképzelhető. De hát ha benned van, úgy érzed, hogy meg tudod csinálni, akkor miért ne? Szüleid mit szólnak hozzá? Hát eleinte nem nagyon örültek ennek, hogy én színészettel próbálkozom, de megbarátkoztak vele. Féltettek a tanulás miatt? Hát szerintem az is igen. Aha. Na, térjünk vissza akkor a filmhez. Te leszel a karakter. Eszterházy Vanessa, aki az másik főszereplőnek el fogja venni így a vőlegényét. Jó, akkor te gonosz leszel? Hát így... Vagy jól fog járni, hogy elveszed a vőlegényét? Így szerintem alapból ez a karakter nem gonosz, tehát nem ő szeretné elvenni, hanem a nagymamája kényszeríti bele ebbe a házasságba. Miért? Hát, szegény család, gazdag család? A gazdag család miatt, hogy egy jó módú férfihoz menjen hozzá. Na hát mi ezt a filmet le fogjuk adni, ahogy már ígértem, és beszéltünk róla, és ha nem lehet tudni előre, hogy hányan fogják látni. De ha netán jön egy olyan nagyobb felkérés, hogy gyerekek, fiatalok vagytok, tehetségesek, és csináltok egy ilyet, mennyire látod azt, hogy a csapat így egyöntetően rábólint, hogy legyen? Hát nagyon együttműködő ez az egész csapat, szerintem megoldható lenne. Most Misi nincs itt, nyugodtan elmondhatod, hogy mennyire szigorú, mennyire haragudtál rá, mert nem úgy beszélt veled, vagy... Mindenkivel nagyon kedves, de szigorúan veszi. Tehát, hogyha azt mondja, hogy most, akkor mindenki oda tegye magát, igen. Volt úgy, hogy többször meg kellett ismételni egy jelenetet? Igen, mert mi is elröhögtük magunkat ott a háttérbe, meg a szereplők is, és nem bírtuk ki, és azért igen. Na, Zsanett, csináljunk most egy olyat, hogy így búcsúzóul bele a kamerába próbáld meggyőzni a kedves tévénézőket, hogy igenis meg kell nézniük ezt a darabot, mert egy nagyon jó darab. Hát, nagyon humoros lesz az egész... film, és szerintem ezt kár lenne kihagyni. Nagyon jól szórakoztunk, mindeközben mindenki szereplő, hogy nem bírtuk ki röhögés nélkül, és szerintem ezt kár lenne kihagyni. Még egyszer a darab címét. Álmennyasszony. Álmennyasszony című film, kedves nézőink, ne feledjék, a műsor ismertetőségben megtalálhatják, és kívánok hozzá mindenkinek jó szórakozást, nektek pedig gratulálok. További sok sikert, és bízom abban, hogy lesz még olyan közös produkció, amit ti megcsináltok, és mi meg leadhatjuk. Köszönöm. Köszönjük. Szia életem, mikor jössz? Hogy nem jössz, miért nem jössz? Hát már főzöm az ebédet, ne idegesíts már, légy szíves. Köszönöm. Már légy szíves, hát már főzöm az ebédet. Még érted, hogy együtt... bocsánat. Aj, de szavar. Izó! Elhagyott. Ki? Robert. Miért? Szia, Irina, szia. Jaj, ne káromkodj már itt. De elneveti magát, én meg legyek ki. Szia, Irina. Lulu! Ne csókolomozzik nekem, basszus! Most, ha nem nekem kéne egy kis turbózás, tudsz jönni, léci? Segíts! Hello, Luigi! Drágám, miért nem készülsz még? Megyünk partiba. Még egyszer hangosabban. Szerint? Jaj. Jó. És most jön a két déli. Ne haragudj, nem.
Nem jó ez így. Nem, nem neked téged. Onnan szedni. Kell... De azt hittem, hogy felve vagyunk. Na igen, onnan kellene jönnöm. Ó, bőttettem a könyököm. Még egyszer, három, kettő, egy. De... Oh! De én nagyon humoros vagy ma, már többször mellettem rajta. Ha! Ha! Még egyszer, na komolyan. Dani, nagyon humoros vagy ma. Már többször nevettem rajta. Ha! 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 Nagyon csíri. Hát ez nagyon megjátszott. Nagyon. Most... De... Most de jól bocsánat, csinálja! Bocsánat! Előre, Andika, Rebeka! Jó, én összetéveztem a nevünket! Mit csinálunk? Live-on? Nem, most ez egy videó, mit csinálunk? Jó étvágyat! Jó adatás van! Mit csinálunk, még azt nem áruljuk el, de itt fogjuk tölteni az egész éjszakát! Drága Debórám, hogy ezek itt kitaláltak. Így csak benne voltam. A mamának a gyógyszerét. Csinálom, hogy benne vagyunk. A mamának a gyógyszerét. Ő fogja rám azt a fegyvert. De mit csinálsz? Miért ráfogod? Vanessát kellett volna megölni. Miért őt hoztátok ide? Okosok. Elmagyarázom. Betör... Miért őt hoztátok ide? Vanessát kellett volna, ti normálisak vagytok? Elmagyarázom. Betörtünk házunkba, hogy meg kellett... Várjál, maradjatok így. Ne nézd már rám. Betörtünk a házunkba, hogy elráboljuk Vanessát, de utána ők betörtek házunkba... Jaj, várjátok újra, mert lehúztam. Hani, mi van? Fel kell? Tamara. Tamarával mi van? Fel kell? Ő, esküvői ruháját, még Irinára is jó lenne. Anyadra is jó lenne. Drága jó mama. Solid, egyszerű, szép, egyszerű ruhában van. Ez beletett.